Baranya 2-es választókerület lesz a visszalépés a Jobbik részéről? Itt sem, és máshol sem. Miért? Azért nem lesz visszalépés, mert a Jobbik szavazók nem felejtették el a 2010 előtti kormányzást, tehát amikor az MSZP vagy a mostani DK-nak a vezetője Gyurcsány Ferenc kormányzott, ők is egy társadalmi válságban és gazdasági válságban vitték az országot, nem fogunk értük tenni semmit egyrészt, másrészt meg a választóink sem ezt várják tőlünk. És harmadrészt pedig azt kell mondanom, hogy még mindig a Jobbik a legerősebb ellenzéki erő Magyarországon, tehát nem érdemes megosztani a baloldal felé ezeket a szavazatokat, sokkal inkább arra kellene törekedni, hogy egy épkézláb egységes kormánya legyen Magyarországnak a választások után, és ennek a kormánynak a vezetője Vona Gábor legyen.